és ha már katonai zenéget láthatjuk, katonai eredetitől, hát a Kárpátok túloldalán már egy másik hadsereg tartotta fenn a rendet, már ez pedig az Oszmán Birodalom hadserege. Ezáltal a Balkánon, meg egyáltalán például Moldvában is már teljesen más típusú rezesbandák jelentek meg. Hát ugyanezen a felállással, de kicsit más a megszólalás. Viszont a Kárpátokon túlra megkerültek magyarok is. Ezáltal egy ilyen érdekes elegy jött létre. Hát meg egy kicsit mi is tettünk róla, hogy legyen ilyen elegy. Úgyhogy most egy kis moldvai zenét játszanánk. Nem állítom, hogy teljesen ókori felfogásban, de igyekszünk. Thank you.
bandát látták, bemutatnám a tagokat. Énekesnő Mester Majdasi Marianna volt, és Csaszva a Zsuska. Klarinét, Evi, szaxofon, ez az amat Nébrádi Gábor. Trombitán Kis Árpád. Fülök és trombita Kis Árpád. Ez klarinét a Nyers Alex. Tubán Körömi Péter. Benortjúrtos Kenneth Gábor van a mint harsonán. És Szilágyi Gábor szintén benortjúrt harson a kombinációt szólaltatott meg. Jól van, Makó Péter vagyok. A Pöcsenes bandát látták és hallották. És még annyira nem vagyunk ebben jók, hogy hogy kéne kérni magunkat, ezért eláruljuk, hogy még egy számmal készültünk, de most a ráadás következik. Majd belejövünk.